Az északi szélesség 49. és a keleti hosszúság 19. fokán, Szlovákiában, pontosabban nálunk Csábovcében rendkívüli esemény történt. A Gurum bolygóról látogatónk érkezett. Majka, a különös vendég, azonnal barátságot kötött velünk, és hihetetlen képességeivel mindenkit elkápráztatott. Ő ugyanis könnyedén sétál a mennyezeten, a víz felszínén, tud repülni, és még számos rendkívüli dologra képes. Hamar megtanulta tőlünk azt is, amit eddig nem ismert. Ma már tud táncolni, tréfálni, szórakozni is. Majkával a napokban berepültük az egész országot. Ő hosszabb utakhoz szokott, ennek a légiútnak minden percét mégis velünk együtt nagyon élvezte. Közben Csábovcébe özönlöttek a kíváncsi látogatók. De kik lehetnek a titokzatos zenészek? Milyen meglepetéseket tartogatnak számunkra? Bemutatjuk a Csillagok küldötte című filmsorozatot. Írta Václav Pavel Borovicska és František Hölcsek. 11. rész. A gyermekrablás. Fiú! Segítség! Segítség! A bácsi mit keresi? Szerusztok, gyerekek! Na? Hogy hívnak, kisfiú? Nem mondd meg neki! A bácsi nem rendőr, nem kérdezhet ki. Egyáltalán mit csinált bent? Ez a mi klubunk. Azt a repülő kislányt keresem. Aki az űrből érkezett. Majka már nincs nálunk. Tehát Majkának hívják. Igen. És hová ment? A szállóba. Na látjátok, hiszen én is ott szálltam meg. Melyik a szobája? A 212-es. Hallgass! Mit akar vele? Semmit. Csak látni szeretném. És köszönteni. Helyes? Ciao, srácok! Ciao! Ciao! Kár, hogy megmondtad neki. Lehet, hogy valami spion. Vagy bűnöző. A bűnözők nem így néznek ki. Honnan tudod? Hányat láttál? Egy csomót. Apának van róluk egy könyve. Ez igazán rendes pacáknak látszott. Olyan, mint egy tanár. Tanárnak? Ez túlságosan vagány. Gyorsan! Minden rendben, senki sem látott. Állj! Nem mehettek el! Vissza! Csak levegőzni akartunk. Fürödj meg, vedd fel a legjobb ruhádat, és gyere vissza 6-kor. Miért éppen 6-kor? Mert az igazgató úr fogadást ad Majka tiszteletére. Szépnek kell lennetek. Uh-huh. Gyönyörűen zenélnek. Valóban, uram. Hát igen, nem véletlenül kapták meg a Salzburgi Fesztivál első díját. Tessék! Kislány alattunk lakik, a 212-esben. Lessétek meg, mikor megy el. Ez önnek szól. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Na. Meghívjuk. Te jóságos Isten! Doktor úr, doktor úr! Tisztára, őrület, őrület!
Valaki meghalt? Nem halt meg senki rosszabb. Ezt olvassa el. Meghívnak bennünket egy fogadásra. Tényleg? Milyen kedves. Na nézzük csak. Meghívjuk önt fogadásunkra, amelyet a Gurum bolygó küldöttjének tiszteletére rendezünk. Rendben van. De olvass el ezt is. Estéruha kötelező. Honnan a fenéből vegyek én estéruhát? A Csehszlovák Légitársaság OK-823-os jelzésű gépe megérkezett Budapestről. Szeretettel köszöntjük a Csábovszkij Zenei Fesztiválra érkező világhírű Novák Quintet tagjait. Tiszta. A lány lement a fogadásra. A mai menü. Erőleves májszputnyikokkal és mandula antennákkal. Kozmikus pecsenye tejútmódra. Rakéta nyárson sütve. Desszert nagy medve. Üstökös csokoládé krémmel. És lunaborjú pástétom. Thank you.
Menj le és csald előtt a fogadásról, különben itt rostokolhatunk éjfélig. Jó. Jó, de hogyan? Van fejed, törjed. Jelszó, kanári. Srácok, én annyit ettem. Miért vették kétszer minden fogásból? Nézd, mi van még hátra. Luna borjú pástétom, üstökös csokoládékrémmel, nagy medvedeszert és nyárson sült rakéta. Én túl sokat ettem azokból a májzputnikokból. Közönséges májgombócok voltak mandulával. De ha nekem éppen az a kedvencem. Tessék. Köszönöm. Főnök, az a lány? Kanári. Micsoda? Kanári. Még egyszer ugyanezt. Kanári! Kanári! Már értem, főnök. A kanári még mindig a fogadáson ül. Parancsoljon. Nagyon köszönöm. Egészségügy. Töröm a fejem, de nem jut eszembe semmi. Majka, te tényleg nem vagy egy icipicit sem éhes? Mi az? Majka, mi bajod? Majka, mi történt? Láttok valakit. Hol? Fölmegyek a szobámba. Hová megy? Talán közvetíteni. A gurunra? Azt hiszem. Az úttörő táborból nekem is minden héten kellett levelet írnom, hogy a szüleim ne aggódjanak. Fölszállt. A kanári fölszállt. Szabad? Én is nagyon szeretem az énekes madarakat. Aha. Spray is kell. Mit akar itt? Én semmit. Én zenész vagyok. A szomszéd szobában lakom. Egyel feljebb. Nekem nincs időm zenére. Jó.
Nekem meg bámészkodni. Ne nézz ilyen furán, nem szeretem. Itt FPX, FPX. Mi a helyzet? Készen vagytok? Nem tudom, főnök. Valahogy nem megy. A lány szörnyen furcsa. Na és azt? Jól van, meg lesz. Én elintézem. Ne játszadod vele! Hozd azt a tokot! Gyerünk! Nézd csak, mi új emberek vagyunk. Úgyhogy választhatsz. Vagy bemégy oda önként, vagy a mi segítségünkkel, he? Na gyerünk, gyerünk, ne spekulálj! Nem érünk rá, már ott kéne lennünk. Na hop, 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 hop. És mi lesz, hogyha nem megyek? Mi lesz, hogyha nem jön? Mi lesz? Akkor lesz... Pip-puf a fejecskédre. Mit jelent az a pif-puf a fejecskémre? Az annyit jelent, mint ütés, azaz fejbevágás. Csillagokat látsz, aztán belökünk a tokba. Engem akarnak önök belökni oda. Ez kétségtelen. Ebben biztos lehetsz. Bemegyek magam. Okos kislány vagy, sokkal jobb így. Na látjátok, tőlem megijedt. Nem gondolja, titkár úr, hogy kicsit soká van fönt? Megyek és megnézem. Akár hiszi, akár nem, néha úgy érzem magam, mint egy csintalan csicsergő madárka. Figyelem, főnök, a sólyom fióka is repül, a sólyom követi a kanárit. Szeretem. A ragadozó madarakat is. Figyelem, figyelem! A sólyom a kanári után repül. Kedvenc madaram, a kőszálisas, a madarak királya. Tudja, hogy megtámadja néha az embereket is? Melemélyezti a karmait az áldozatába és darabokra tépi. A sólyom is felszállt a kanári után. Mit csináltok itt? Holnap este koncertet adunk. Főnök, főnök! A tigrisek megjöttek. Négyen vannak. Plusz én. Elnézést kérek. Nem akartam. Egy kicsit furcsa volt ez az ember. Hát persze. Mert művész. Ja. Jaj! Thank you.
Fiúk, tigrisek plusz én! Mit csinálnak itt? Három tizenegyes, tizenkettes, három tizenhármas. De uraim, önök itt vannak. Két napja. Hogy? Ma reggel még Budapesten voltunk. Értem. Hát persze. Budapesten. Arra tessék. Ott a lépcső. Harmadik emelet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg lehet érteni, ha valakinek a feje mindig hangokkal van tele, akkor előfordul, hogy azt sem tudja, hol van, nem? És gyorsan! Hol a kanári madár? Ott. Játszani akarunk a szabadban. Hát uraim, vigyenek legalább maguk a gyertyát. Sötét van. Adja csak, művészek. Jaj. Először a Gordonkatokban voltam. De mivel ide Carol nem fért be, ki kellett cserélniük minket. Ki az, aki nem fért be? Carol. Carolt elvitték. Hol vannak? Kik? A zenészek, akik olyanok, mint mi. Játszani mentek a szabadba. A csúcsra. Ne. Lomlicra. Köszönöm. Itt valami bűzlik. Uraim!
Uraim! Uraim! Állj! Állj! Uraim! Elcseréltük a hangszereinket! Hogy fogunk játszani? Magyar hangok. Balázsi Panni, Ilkovics Ádám, Székely Dávid, Pálok Mónika, Csákányos Zsolt, Pálok Gabi, Pálok Sanyi, Szikszai Attila, Láng József, Zente Ferenc, Győri Ilona, Mikó István, Boros Zoli. Magyar szöveg Szőnyi Klára, hangmérnök Császár Miklós, rendezőasszisztens Lánc Péter, vágó Kis László, gyártásvezető Sellei Eta, szinkronrendező Csákány Márta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Harry Matsoure. Fényképezte Karel Kopecki. Rendezte Radim Czrücsek. Do rakety, možno, že ti kupití.